Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket a hét utolsó munkanapján. Arra gondoltam, hogy ma egy érzelmi intelligencia fejlesztő gyakorlatot hozott nektek. Ahhoz, hogy az érzelmi intelligenciánkat fejleszteni tudjuk, nagyon fontos, hogy fölismerjük az érzelmeinket. Ezért most azon fogunk dolgozni, hogy hogyan is tudom felismerni az érzelmeimet, és azt hogyan is fogom tudni tudatosítani magamban. Kérlek titeket, hogy gondoljátok át a héten, az elmúlt napokban, milyen tevékenységek, milyen dolgok történtek veletek, amik örömöt okoztak nektek. Ha vissza tudtok gondolni, az lenne a legjobb, hogy hétfő, kett, szerdő, csütörtök, péntek, írjátok föl minden egyes nap, hogy mi volt az, ami nektek aznap örömöt okozott. Lesz egy kis memória játék is benne. Lehet például, hogy az okozott nektek örömöt, hogy egy nagyon jó pihentető alvásotok volt. Az is lehet, hogy abban leltétek örömötöket, hogy egy nagyszerű vacsorát főztetek egyet. De lehet, hogy az okozott örömöt, hogy egy finomat ebédeltetek. Lehet, hogy lesznek olyan hallgatók, akik azt fogják felírni, hogy az okozott nekik örömöt, hogy valamilyen munkahelyi sikert értek el. És azok, akik hétfő óta bekapcsolódtak a mindennapi üzenetekben, azoknál biztos vagyok, hogy lesznek olyan feljegyzések is, hogy majd nagyon jól beszélgettem egy rég elfeledett barátommal, és újra elindítottuk a kapcsolatot. Az is lehet, hogy nem egy elfeledett baráttal beszélgettetek, csak a testvéretekkel, a szüleitekkel, esetleg a nagyszülőkkel. Akár az is okozhat örömöt, hogy kint ültetek a napon egy órát, napoztatok a teraszon. Jó? Kérlek titeket, hogy gondoljátok át, hogy melyik nap, milyen tevékenységben leltétek örömötöket. És írjátok fel magatoknak egy-egy cetlire, hogy mi volt az, ami örömet okozott nektek. Akkor, hogyha egy picit szomorúbban fogjátok érezni magatokat, vagy lehangoltabbak lesztek, akkor vegyétek elő ezt a cetlit, és nézzétek meg, hogy mennyi mindenben örömöteket lehetétek, és próbáljátok felidézni azt az örömteli élményt. Jó? Tehát arra kérlek titeket, hogy írjátok össze, és gondoljátok át, hogy ezen a héten mikben leltétek örömötöket. Ez nagyon fontos, mert ezzel felismerjük, és ugyanakkor tudatosítjuk azt, hogy mennyi mindenben örömforrásom lehet. Kívánok nektek ezekkel a sok-sok örömteli percekkel vidám, szeretetteli hétvégét. Sziasztok! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 0004-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.